Sok szeretettel üdvözlöm a Pax Televízió minden kedves nézőjét. A mai beszélgetésünk egy nagyon különleges alkalom lesz, hiszen Böjte Csaba testvér van itt velem, aki azért érkezett, hogy megoszta velünk gondolatait advent ünnepéről, a készülődésről, illetve az egész keresztény kultúrkör számára ennek az ünnepnek a fontosságáról. Szeretettel köszöntöm Csaba testvért. Azt szeretném kérdezni, hogy mi az első emléke adventtel kapcsolatban, amit fel tud idézni magában? Mihez fűződik ez? Hát én is nagy szeretettel köszöntöm a Pax Televízió minden kedves nézőit. Hát ugye én Csíkszeredában nőttem fel. Róráti mise, annak van egy hangulata, ropog a hó, hideg van, sötét van, olyan korán még az ember ment nagymamával, nagyszüleimmel templomban, apám nekem meghalt, anyukám munkába járt. Tehát annak volt egy hangulata. És főleg az, hogy amikor hazaértünk a templomba, úgy mindig a szülők vagy nagyszülők úgy érezték, hogy valamivel a kisunokát meg kell jutalmazni, mert jó volt, ügyes volt. Tehát, hogy mondjam, az tényleg ugye ráhangolt az ünnepre. Mi az, ami napjainkban esetleg egy kicsit más, vagy mi az, amire fel kell hívnunk a saját figyelmünket évről évre, újra meg újra, hogy a készülődésben odafigyeljünk? Hiszen mindenhol elhangzik, gyakran misék alatt is, hogy nagyon felgyorsult az élet, és mindenki nagyon kapkodt, siet és pörög. Hát ugye én minden évben próbálok valamilyen adventi jó elhatározást magamnak is tenni, meg hát úgy próbálok másnak is fölkínálni az általam. Hát minden jó szakács, amíg főz valami finomat, hát nem csak ő eszik belőle, nem felkínálja. Hát én azt láttam, hogy annyi mindenen aggodalmaskodunk tényleg, hogy madári influenza, Istenem, meg valamelyik nap láttam, hogy hát egy medve, ilyen már kamasz medve bement Nagyszeben utcáira, és akkor az összes média kivonult, filmezték, és a terror elhárítástól elkezdve a tűzoltóig mindenki ott volt, hogy jaj, most mi fog lenni. Szerencsétlen állat nagyon meg volt ijedve, mindenre fel akart mászni, aztán végül levadázták, lelőtték. Na de hát, hogy mekkora veszélyben volt a város. Most én úgy gondolom, hogy Nagyszebenben, de minden erdélyi vagy Kárpát-medencei városban sokkal nagyobb rossz van ott a bűn, a harag, a gyűlölet, ez ami igazából tönkreteszi az emberek szívét. A medve az egy-kettőt, ha megöl egy évben, az nagyon-nagyon sok. Tehát de ellenben a rossz, a bűn, hát az, hogy mondjam, mi is közel 3000 gyereket nevelünk, tehát hogy azoknak mind a szülei valamilyen hibát követtek el, valahol nem volt türelem, elszakadt a cérna, apa, anya között, apa, munkaadója között, vagy kollégák között, és azért kerültek hozzánk a gyerekek, de hát itt Magyarországon is tudom, hogy közel 20 000 állami gondozott gyerek van, vagy mit tudom én, hogy tehát több mint 20 000 ember várja az idén a karácsonyt a börtönökben, rácsok mögött. Tehát ők mind a bűnnek, a rossznak az áldozatai, a haragnak, a gyűlöletnek, az ellenségeskedésnek, ennek az áldozata. És akkor arra gondoltam, hogy indítsunk egy autonómia hadjáratot, egy béke hadjáratot a bűn ellen, hogy próbáljuk felszabadítani magunkat a Isten gyermeki méltóságunkban, szabadon, szépen, jókedvel élessük az életünket, és akkor úgy gondoltam, hogy megkeresem a béke bajnokait. Hál' Istennek rengeteg olyan ember volt, aki az évszázadok során sikerrel legyőzte a gonoszt, a gyűlöletet, a haragot, és szabadon, méltósággal, örömmel élhette az életét. Na és akkor minden napra kerestem egy-egy ilyen bajnokot, aki segíthet bennünket. Hát Szent Józseffel kezdtem, ugye ő Máriával az Új Szövetség első szentjei, és akkor minden nap valamelyiktől tanultunk, ugye, hogy például Szent József olyan szép, ugye hát volt-e konfliktusa neki. Hát gondolom, mikor a szegény szűzanya megérkezett, ugye, a félhetes tevejárattal Erzsébettől, hát akkor kiderült, hogy áldott állapotban van. Én azt gondolom, ez egy komoly konfliktus helyzet egy férfinak, ugye Szent Józsefnek is, és
Hát ugye milyen jó, hogy nem rendezett jelenetet. Szegény Lukács evangélista elég szomorúan írhatta volna le, hogy mit ő megérkezett Máriát, József miket mondott a fejéhez, de nem ír ilyenről. Tehát valószínű, hogy nem ez történt, hanem József szomorúan hazament, és azt már le is írja a Szentírás, hogy elgondolkozott, és úgy látta, hogy titokba el kell bocsássa ezt az asszonyt. Ez volt, ennyi volt, kész. És milyen szép, hogy ez se valósítja meg, hanem imádkozik, elcsendesedik, visszavonul, és az Úristen megszólítsa, ne félj feleségül venni Máriát, hiszen benne fogant élet a Szent Lélektől van. Tehát tanuljuk meg Józseftől, hogy mi is ne a primőr állati ösztöneink alapján szidjuk egymást, kiabáljunk, pillanatnyi hangulataink, vágyaink, sértett, mit tudom, méltóságunkba ne kikérjük magunknak, hanem tudjunk visszavonulni Szent József példájáról, és elgondolkozni, hogy vajon miért történt. De az lenne jó, hogyha nem is ezen az emberi szinten hoznánk meg a döntéseinket, hanem fel tudnánk emelkedni az Isten jelenlétébe, a természet fölötti szinte, hogy Uram, te mit akarsz? Vajon hogy lenne most a legjobb megoldás? Ugye Józsefnek mondta az Úr, hogy ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant élet Szentlélektől van. Tehát, hogy József nem a ő sértett férfi büszkeségére hallgat, nem is a józan eszére, hanem a Teremtő Isten akaratára, aki lelkiismerete által szól hozzá. És azt gondolom, hogy akkor lenne jó világ, hogyha mi is a döntéseinket ezen a szinten hoznánk meg. Tehát, hogyha le tudnánk győzni az indulatainkat, ösztöneinket, mert akkor valóban karácsonyra víradnánk. Hát én azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, hogyha tanulnánk a szeretet a béke bajnokaitól, és tényleg békébe tudnánk élni egymással. Csaba testvér említette, hogy most majdnem, vagy körülbelül 3000 gyermekről gondoskodnak. Nekik milyen időszak ez az adventi időszak? Vannak-e nehézségek? Mennyire tudják ők rá hangolni saját magukat az ünnepekre? Hát ugye, amit én szeretnék mindig elmondani nekik, ugye, hogy talán egy családba felnövő gyermek még számíthat valamilyen szinten a szülők, nagyszülők, na, ha elestél, akkor kifoglak. De hát ők meg kellene tanuljanak saját lábukon állni, és én azt hiszem, hogy egy kicsit hazug világban élünk, mert ugye valahogy elhitetjük magunkkal, hogy akárhogy élünk, valahogy lesz. Tehát, hogy én elviszem őket ki a hajléktalanokhoz, az állomásra, hogy lássák meg, hogy igen, rossz döntéseknek milyen szörnyű következményei tudnak lenni. Tehát, hogy na, és persze egy ilyen néni bácsi, az ember megkérdezi, hogy volt-e maga fiatal, járt iskolába, hogy tanult. És akkor esetleg a rongyok közül elé kerül egy ilyen régi kép, és akkor nézik a gyerekek, hogy ilyen szép volt ez a néni. Igen, csak hát rossz döntéseket hozott, nem a szeretet útján járt, nem a lelkismert által, na, mutatott irányt vette az élete is, és most akkor oda került. Tehát, hogy valahogy a gyerekekkel, én azt szeretném ilyenkor karácsony tájékán nem csak megértetni, jó dolog jónak lenni, és segítsük a bajba lévőket, hanem, hogy igen, ez a világ elég kemény hely. Tehát itten Szíriában bombák potyognak, mit tudom én, zöldruhás katonák járnak Ukrajnába, bármi történhet a te életedben is, és akkor vedd a kezedbe az irányítást, tanulj, képezd magad, formáld, hogy bármilyen helyzet is jön, meg fel tud tartani a saját létedet, családodat. Ezért én fontosnak látok egy ilyen típusú képzést is, hogy menjünk el a szegényekhez, menjünk el a börtönbe, öreg otthonokba, tehát nyissuk ki a szemünket, és lássunk, és én azt látom, hogy a gyerekek nagyon szívesen mennek, mert az életiskolája az egy olyan könyv, ami mindig felülmúlja a legszebb fantáziánkat is, vagy a legszebb tanárok által elé összeállított tankönyvet is, és az fontos, hogy így felkészüljenek az életre.
Ahogy Csaba testvért hallgattam, több dolog is eszembe jutott. Egyrészt az, hogy 2016 az az irgalmasság szentéve volt, másfelől pedig igen, ez a jónak lenni jó is valahogy ehhez kötődik. És a harmadik gondolatom az volt, hogy most ugye hamarosan mindenki, aki amúgy is egész évben mondjuk a szegények, elesettek, rászorulók megsegítésén munkálkodik, az most újult erővel fog az emberekhez fordulni segítségért. Mi az, ami Csaba testvérnek erőt ad ilyenkor, és úgy egész évben is, ahhoz, hogy a gyerekek mellett ki tudjon állni, hogy értük tudjon tenni, és hogy emellett még az egyes embereknek a lelki nehézségeit is meghallgassa, és érdemben tudjon rá reagálni. Én sokszor beszélgettünk, hogy az ember miben hisz, vagy mit remél, meg minden. Én meg szoktam fordítani ezt a kérdést, az a kérdés, hogy a mi Úrunk Istenünk hisz-e bennünk, bízik-e bennünk? És azt gondolom, karácsony nagy üzenete az, hogy Jézus Krisztus elmert jönni közénk. Tehát az azt jelenti, hogy bízik a Föld nevű projektben, nem? Hogy ebbe az emberiségbe, tehát hogy nem hoz magával egy szakasz lángpallósú kerubot, hogy ha ezek itt elszabadulnak, az indulatok védjenek meg. Tehát hogy ez azt jelenti, hogy az én olvasatomban, hogy mer védtelen kisgyerekként karjaink közé szottyanni, ugye? Ez azt jelenti, hogy bízik az emberiségbe, hisz abba, hogy az emberek képesek megtanulni a szeretet parancsát, képesek jó testvérekként békébe együtt élni. És biztos, hogy egy 16-17 éves kislánynak a karjai közé odaugrani, Mária, és jó anya, hogy Herodes gyerek életére tör, és hát Józsefnek döntenie kell, ugye egyfelől, hát ott van Názáret, hát na, biznisz, az üzlet, a megrendelés, a műhely, ott van az élete, és másfél ott van a gyermek élete, család, kis Jézus, és milyen szép, hogy József hát mi az élet mellett dönt. Tehát azt jelenti, hogy Jézus nem hiába bíz az emberiségbe. Tehát olyan nehéz helyzetben is ezek a fiatalok képesek voltak, hogy mondjam, tehát nem csak enni adni neki, meg gondoskodni róla, hanem fölnevelni, nem? Tehát ez olyan szép dolog nekem, hogy igen, elveszett a 12 éves kis Jézus és a Szent Család, félretett mindent, pedig biztos, hogy volt nekik egy elképzelésük, haza kell menni az ünnepről, mennyi dolog van, de nem, ők addig keresik, megtalálják. Tehát az a szép, hogy igen, Isten bizalmára valamilyen szinten tudtunk válaszolni. És azt hiszem, hogy ezért én is hiszek a szeretet világformáló erejében, és tényleg Jézus Krisztus kezét fogva merem én is igen mondani az életre, a gyermekekre, merek elmenni bajba lévő emberekhez tanácsot adni, lelkesíteni, bátorítani, mert hogyha Jézus hitt ebbe a világba, ebbe a Föld nevű intézménybe, hát akkor én miért ne hinnék? Tehát a karácsony estén, hát ez egy hihetetlen, csodaszép szeretet vallomás. Itt vagyok. Ha én nem adtok, jól lakok. Ha ügyeltek rám, gondomat viselitek, életben maradok. Nem? Hát adja az Isten, hogy tényleg Jézus mögé tudjunk állni, és mi is higgyünk magunkba, az emberiségbe, az emberiség jövőjébe, abba, hogy igen, volt Trianon, Mohács, meg 56, meg minden, de van remény, van jövő. Igen, Isten országa, amiért mi nap, mint nap imádkozunk, az itt Kárpát-medencében is felépíthető. És még egy gondolat, ha megengedik egy ilyen végén, hogy Jézus nem sok ajándékot hozott, tehát nem egy csomó mennyi kütyüvel jött közénk karácsonkor, hanem ő maga volt az ajándék. És nagyon szeretettel arra biztatok mindenkit, hogy ezekben az adventi napokban mi magunk próbáljunk egymás számára áldás, ajándék lenni. Ott, ahol vagyunk, szavaink, jelenlétünk, Isten áldása, simogatása, jókedvű mosolya legyen. Hát merjünk karácsonyi ajándékokká válni mindannyian szeretteink számára. Nagyon szépen köszönöm Csaba testvérnek, hogy itt volt velünk.
Minden kedves nézőnknek pedig kellemes ünnepi készülődést kívánunk, és reméljük, hogy örömmel hallgatták Csaba testvér szavait.